Következő kísérletünkben, egy elektrostatikai kísérletbe egy elektrostatikus forgót hozunk létre, egy Ziegler kereken. Ehhez használjuk megint a megosztógépet és egy egyszerű ilyen kis hegyes tárgyat, amit össze fogunk kötni a megosztógéppel. Ezt gyorsan most meg is teszem. Közben ugye tudjuk, hogy a csúcshatás révén, a csúcsoknál keletkezik a legtöbb töltés, és itt polarizáció révén töltések fognak megindulni. És ezek a csúcsokról eláramló töltések a hatás-ellenhatás törvénye alapján fogják nekünk forgásba hozni ezt a kereket. Tehát összekötöttem az elektródával ezt a forgó kereket. És megnézzük akkor, hogy működik a kísérlet. És akkor gyönyörűen lehet látni, hogy a kerék elkezd forogni. Ugye a nevét Ziegler Jánosról kapta, 18. század első felébe élt és dolgozott. És hogy lássuk, hogy tényleg volt elektromos töltés, a két elektródát most kisütöm, és lehetett látni, hogy volt töltés. Tehát még egyszer leegyszerűsítve a kísérlet ugye arról szól, töltések keletkeztek, azok átjöttek ide a Ziegler kerékre, a két hegyes végén nagy volt a töltéssűrűség, és a meginduló töltések a hatás-ellenhatás törvény alapján egy visszatérítő erővel forgásba hozták a kereket, és azt láttuk, hogy elkezdett forogni a Ziegler kerék. Megmutatjuk még egyszer. És ilyen egyszerűen létrehozhatunk egy elektrostatikus forgót.